Szeretettel köszöntöm a mai hitköznapok kedves vendégeit, illetve kedves nézőit is, hallgatóit is. Itt van velem már a vonalban, illetve a képen is Mézes András, a Tapolcai és a Zalaegerszegi hídgyülekezete vezetője. Szervusz, András! Szervusz, Kati, köszöntelek, és Istvánt is szeretettel, és kedves hallgatókat, nézőket is köszöntöm. Igen, mivel itt van velünk Sebestyén István is, a Hetek újságírója, szerkesztője. Szervusz, Sebi! Sziasztok, és én is köszöntöm a hallgatókat. Már többször elmondtam, hogy nincs uborka szezon, tehát olyan szinten zajlanak az események, hogy a hitköznapokban, a hírelemzések közé szinte válogatnunk kell, hogy a több tucat aznap vagy előző nap történt hírek közül melyiket vegyük be, és hát egy ilyen beszélgetésre szeretnélek most invitálni benneteket, már csak azért is, mert az események tényleg már a szerkesztővel, a Tamás Csillával már viccesen úgy mondtuk, hogy tényleg elindult a nagy áprilisi szocialista forradalom, de lemondhatnánk antirasszista forradalomnak is, vagy cenzúra forradalomnak, mert teljesen nem várt események, nem várt helyeken történnek. Az első, amit talán legalábbis nálam egy kicsit kiverte a biztosítékot, az, hogy ugye azt szerették volna beállítani, hogy Donald Trump eltűnésével minden rendben lesz, és minden helyre áll. Most ez, és csak az ő kedvéért kezdték el cenzúrázni a Twittert és a Facebookot is, de ez nem állt meg itt. Legutóbb pontosan ugye még 100 nap telt talán csak el, az első 100 nap a Joe Biden adminisztrációjából, de már sorra került a nagy üdvöske, a BLM mozgalom, és hát a New York Postot cenzúrázta a Facebook, miután megpróbáltak írni arról, hogy a Black Lives Matter szervezet társalapítója az egész országban több helyen vásárlásokat, villavásárlásokat folytat. És ez valahogy eltűnt a Facebookról. Sebi, te mit szólnál ahhoz, hogyha ez megtörténne Magyarországon? Tudom, már történt is ilyen, de talán nem ekkora erővel. Hát ugye annyit érdemes talán hozzátenni, hogy olyan helyen vásárolt villát, mert hát, hogy valaki villát vásárol, az különösen, lehet, hogy itt Magyarországon még nagyobb hír lett volna, Amerikában nem biztos. Viszont az, hogy ennek a szervezetnek, a Black Lives Matter-nek az egyik alapítója olyan, kifejezetten olyan helyeken vásárolt ingatlant, ahol a fehér népesség döntő többségben van, és elenyésző a feketéknek a száma, az ugye... Kicsit ironikus. Igen, tehát, hogy az mondjuk furcsa, és ez volt szerintem az, ami a cikknek a hírértékét igazán megadta. És amennyire én tudom, a Facebook arra hivatkozott, hogy itt lakhelyjel kapcsolatos ilyen személyes adatok miatt, vagy ezeknek a védelme okán tiltották le ezt a cikket, amit valóban nem lehetett megosztani. Viszont aztán maga az újság egy csomó olyan példát hoz, amikor emberek akár szóvá is tehetnék, hogy mondjuk rasszizmussal vádolt emberek, hogy mondjuk a házukról fotó készül, vagy olyan adatok látnak napvilágot, ahonnan ki lehet következtetni, hogy ők hol élnek. Tehát itt tetten érhető egyfajta kettős mérte mindenképpen. Igen, nagyon szépen, kérem, ma fogalmaztál. Hát nem előzmény nélküli mondjuk a Facebooknál az, hogy ilyen gumiparagrafusokat alkalmaznak. Ha akarom, így van a dolog, ha akarom úgy, egyik szituációban így van, a másik szituációban úgy. Valamit nagyon kellene kezdeni a Facebookkal. Nagyon, igen, és hát nagyon furcsa nekünk, akik benne is éltünk egy kicsit, vagy hát ismertük ugye még a szocializmusból a cenzúrát, hogy nem mindent lehet leírni, és most Amerikában ez előfordulhat, hogy tényeket, és hát főleg kettős mérce, vagy nem tudom, neked, András, mi a véleményed erről, téged melyik része zavar, ha egyáltalán megütötte azt a szintet? Megütötte, de igazán egyrészt van egy a maga a hírben érintett személy, tehát a hölgy, aki ezt a vásárlást elkövette, azért van egy nagyon, az egész BLM mozgalomnak talán ez egy olyan csont lehet, ami
az eddigi nagyon sikeres, mert alapvetően azt lehet mondani, de Sebi talán ezt jobban, sőt biztos, hogy jobban látja, mint én, de a megjelenése óta a BLM mozgalom gyakorlatilag nagyon sikeres, tehát politikailag mindenhogyan. Több és város van, sikeresen szétvertek például. Így van, és de van benne egy nagyon nagy ravasság, és egy olyan zsarolási potenciált épített ki ez a mozgalom, vagy épít ki, ami beláthatatlan erőket, vagy célokat tud elérni, és beláthatatlan erőkkel tud térdre kényszeríteni egész társadalmakat. Esetleg érdemes lehet majd erről is talán beszélni, de most visszatérve a hölgyre, ugye az egyik vád vele szemben, vagy az egyik ilyen etikai, amire Sebi utalt, hogy hát miért fehér lakta környéken vásárol. De van egy másik eleme is, én úgy tudom ennek az egész ügynek, ez pedig az, hogy ugye a BLM mozgalom egy non-profit szervezet, ami arról szól, hogy adományokból él, és magánvagyonként nem lehet kiszedni ezeket a pénzeket. Na most talán egy év alatt, nem tudom mennyi idő alatt, 90 millió dolláros adomány érkezett, és van egy ilyen büntetőjogi vád is, hogy ez a hölgy olyan pénzhez nyúlt, természetesen az egész szervezet tudtával, vagy a döntéshozó tudtával, ami ezen volt joga. Na most, hogyha ők megsértették a pénzügyi fegyelmet, az már a BLM mozgalomra akár végzetes következményekkel is járhat. Tehát van egy ilyen vonatkozása is, úgy tudom, az egész ügynek. Hát és azon túl, hogy egy olyan szervezet, ami a feketék felemelkedéséért, társadalomban betöltött szerepéért harcol, és alapvetően nagyon nehéz helyzetben lévő társadalmi rétegek is vannak. Hát hogy ilyen ő rajtuk, hogyan lehet ennyire meggazdagodni? Tehát hogy igazán ezen is megy, tehát egy etikai és egy súlyos pénzügyi vád. Ugye a hölgy tagad, ő azt mondja, hogy hát ő sikeres rendező, producer, én nem tudom milyen múltja, munkája van, tehát ő neki ebből van a pénze, és nem nyúlt ilyen összegekhez. Tehát pontosan arról szól az egész, hogy ez kizárt. Tehát, hogy most, hogy elkezd felemelkedni a BLM, és az elmúlt, ugye George Floyd óta fut egy nagyon nagy politikai erősödésen, megy keresztül a szervezetük, most került egy olyan pozícióba, vagy egy olyan potenciálja, most lett ennek a hölgynek, hogy ezeket a vásárlásokat meg tudja valósítani. Tehát én szerintem lesz ennek még következménye, és a Facebooknak a nagyon határozott reakciója, hogy teljes hírzárlat, vagy teljes cenzúra, arra enged következtetni, hogy azért ebben nagyon komoly veszély van a BLM-re nézve, szerintem. Igen. Nem semmi. Lehet, hogy még érdemes idehozni a CNN-t leleplező újságírónak az esetét is, akit ugye a Twitter tiltott le azután, hogy ő készített egy ilyen oknyomozó anyagot a CNN-ről, hogy valójában a CNN propagandát folytatott a választási kampány során Trump ellen. Na most ez meg nem a Facebooknak, hanem a Twitternek volt, már úgy látszik, hogy túl sok, és lecsavarták ezt a véleményt. Ez azért egy nagyon fura jövőt vetít előre, tehát nyilván az adott esetben mindent meg lehet magyarázni, itt is volt valami magyarázat, amit én megmondom, és szerintem már el is felejtettem, ami nyilvánvalóan egy semmitmondás volt. A tény az, hogy megjelent egy olyan anyag, ami kényelmetlen helyzetbe hozta a baloldalt, illetve a baloldali médiát, és azonnal megszűnt a fiókja, vagy levették a megjelenés lehetőségét az adott újságíronak. Ez teljesen elképesztő egyébként, hogy a tények nem számítanak, tehát most már nem arról van szó, hogy a médiának arról kell feltétlenül szólni, hogy a tényeket a
olvasók közönség elé tárja, és azoknak legyen róla véleménye, hanem szeretnék olyan tényeket, vagy úgy alakítani a tényeket, hogy ez kézben tartható legyen a vélemény, amit annak alapján formálnak. Szerintem ezt mi ismerjük, és nagyon érdekes, hogy mennyivel könnyebben meg tudják ezt valósítani most jelen pillanatban az úgynevezett demokratikus államok, és nem csak Amerika, hanem akár Svédország, Németország, de több helyről hallunk ilyen visszhangokat, ami azt igazolja, hogy meg lehet ezt úgy tenni, hogy nem kapják föl elegen a fejüket. Te benne vagy azért a sajtó körökbe is, nyilván ismered azokat, akik Magyarországon írnak sevi, vagy többeket. Szerinted ez mennyire lenne most kivitelezhető Magyarországon? Már mire gondolsz pontosan? Tehát... egy olyan típusú cenzúra, amiből kiderülne mondjuk egy ilyesmi, hogy kényelmetlenné váló tényeket hallgatnak-e. Tudom, hogy állandóan van ilyen vád, de mondjuk ennyire vastagon, ennyire egyértelműen történne. Hát ugye ilyeneket tényleg lehet tapasztalni, meghallani, tehát konzervatív véleményvezérek, meg újságírók rendszeresen panaszkodnak arra, hogy lecsavarják az elérést a posztjaiknál. Tehát fönnmarad ugyan a poszt, de nem ér el annyi embert a Facebookon. Ugye ezt nagyon ügyesen lehet szabályozni maga a Facebook, ezt szinte észrevétlenül a háttérből meg tudja tenni. És olyan ijesztő, nem, hogy észrevétlenül lehet meg. Hát igen, az észrevétlent úgy értem, hogy nem látod a hátsó mozgatórugókat, hanem csak azt veszed észre, hogy valamiért a te véleményed az kevésbé válik hangsúlyossá, kevésbé jelenik meg, vagy kevesebb embernek jelenik meg a felületen. És szerintem a frontvonalban ilyen módon nem mi vagyunk, vagy nem Magyarország van, hanem az Egyesült Államok, és az ottani jobb és baloldal közötti harc, és ebben nyilván ott sokkal erősebb eszközöket vetnek már be, lásd Trump letiltását Twitterről, Facebookról, ellehetetlenítve az alternatív oldalakat, ahol esetleg még meg tudott volna jelenni. De ha ezt kivetítjük, tehát hogy ez egy olyan gyakorlattá válik, ami ellen nem lehet fellépni, mert az talán nem elvárható, vagy hogy, nem is az, ez a legjobb szó talán, de az nem annyira reális, hogy most felháborodott emberek tömegei lépnek le a Facebookról. Tehát ahhoz nagyon-nagyon magas küszöböt kéne a Facebooknak átlépnie, mert ugye ez szórakoztató eszköz. Az emberek szeretnek szórakozni, szeretik a telefonjukat pörgetni, a hírsávjukat pörgetni, kutyás-macskás videót nézni, és nyilván elolvasnak politikai tartalmat is, ami szembe jön, de hogy igazából nincs egy ilyen tudatos Facebook használat, hanem egyfajta szórakoztató eszköz. Na most embereknek a tömegeit meggyőzni arról, hogy mivel ilyen igazságtalanság történik valakivel, lépjenek le a Facebookról, ez nyilván nem reális elvárás vagy várakozás. Nem? De, így van. András, akartál valamit mondani ehhez? Hát esetleg annyit, hogy a keresztényeknek azért ez egy nagy figyelmeztetés, tehát a jövőre vonatkozóan, hogy azért a Facebook és a többi szociális média igazán olyan befolyással bír, olyan annyira benne van az emberek életében, hogy tényleg megkerülhetetlen, tehát nagyon fontos fent lenni, de a keresztényeknek egy fontos figyelmeztetés, hogy gyakorlatilag teljesen kiszolgáltatottak vagyunk, hiszen egy olyan értéket képviselünk, aminek teljesen ellene megy a Facebook, és a szerkesztési elvei azokból egyértelműen kiderül, hogy így szűkülni fog a mozgásterünk a jövőben. Minél hatékonyabban vagyunk jelen, és minél nagyobb tömegeket érintünk meg az üzenetünkkel, az evangéliummal, illetve az evangéliumhoz kapcsolódó értékrenddel, az azt jelenti, hogy annál nagyobb veszélyt jelentünk arra az értékrendre, amit a Facebook vezetése képvisel és erősít. Tehát itt várhatóan azért, tehát nem biztos, hogy,
hogy ha jól csináljuk a dolgunkat, és valóban hatékonyan vagyunk jelen, hogy ez hosszú távon megmarad. Hát várható, hogy komolyan cenzúrázni fognak bennünket is, és érdemes stratégiát kidolgozni, hogy egyrészt, hogy addig, amíg ez meg nem történik, addig hogyan és miként legyünk jelen, és fontos, hogy ez készüljünk arra, hogy ez nem biztos, hogy az Úr visszajöveteléig ez egy nyitott kapu lesz, mert teljesen nyilvánvaló, hogy hát egy ellenség, tehát egy ellenszél van. Igen. A szerkesztési elvekben. Igen, és ez érdekes is talán emiatt is fontolgatni, hogy mindez, ami most annyira biztosnak tűnik, arra igen. Készüljünk, hogy egyáltalán nem biztos. És jó, hogyha van A, B, C, D, mindenféle más tervünk. Így van. Ezért nagyon-nagyon érdemes odafigyelni, hogy hogyan jelenünk meg a Facebookon. Tehát igazán, tehát az Úr képviselete az azzal jár, hogy ezt hitelesen tegyük. Tehát a keresztények megnyilatkozásai, érvelési technikája, tájékozottsága, műveltsége, stb. Minden egy olyan képet ad arról, amiben hiszünk, és tehát mindenek előtt az Úrról, ez egy olyan képet ad, ami átmegy. Ha ebben igen. Jók vagyunk, akkor erre nagyon nagy nyitottság van. És amíg nyitva van ez a kapu, addig ezt ki kell használni, de szélsőséges, vagy lebutított, vagy ilyen beszűkült gondolkodásmóddal, teljesen alpári vagy visszataszító érvtechnikával, vagy az érvelési kultúra, vagy vitakultúra teljes hiányával egyszerűen nem fogunk sikereket elérni. Hát lehet úgy valaki jelen a Facebookon, hogy többet árt, mint használ az Úr ügyének, és érdemes erre nagyon odafigyelni, igen. Hogy mit írunk, hogyan, mert amíg nyitva van a kapu, menjünk be, aztán ez majd úgyis be fog záródni. De hogyha a nyitott kapuval többet ártunk, mint használunk, akkor valamit nagyon félreértettünk. Ezzel teljes mértékben egyetértek, azt kell mondjam. Tehát annyira, hogy most muszáj megszólalnom, mert ennek minden szavával szóról-szóra teljesen egyet tudok érteni. De az a helyzet, hogy ugye az embernek van egy választása, hogy akkor ő most fönt lesz a Facebookon, vagy nem keresztényként. Nyilván újságíróként nem nagyon teheti meg az ember, hogy nincsen fent a Facebookon, de néha nekem már az érzésem támad, hogy pontosan amiatt, mert a Facebookon a leghangosabb emberek jelennek meg minden területen, tehát akár mondjuk politikai irányultság, akár ideológiai irányultságot tekintve, mindig a leghangosabb emberek mondják meg a tutit, és én is megfigyeltem ezt a jelenséget, hogy sajnos a keresztények között, akik a leghangosabbak, azok nem biztos, hogy mindig a legjobban eltalálják, hogy mit kellene mondani, meg hogyan kellene mondani. Tehát nem elég hangosnak lenni. Pontosan, tehát hogy ugye ez egy szabad platform, nyilván mindenki azt mond meg úgy, ahogy akar, csak amikor keresztényként valaki megszólal, akkor nem magát képviseli, hanem a kereszténységet, hanem az Urat, és ezért érdemes talán kétszer is megfontolni, hogy valakinek muszáj-e mondjuk hozzászólni, vagy vitázni, vagy belemenni olyan témákba, amihez mondjuk nem teljesen ért, vagy ha már belemegy, akkor olvasson utána alaposan. Szóval ez szerintem nagyon, ez nagyon fontos megérteni. Aztán persze már kicsit elkanyarodtunk a témától, mert most arról beszéltünk, hogy a jövőben mi lesz, és a Facebook hogyan fog viszonyulni a keresztényekhez, de amíg ott lehetünk, amíg kifejthetjük az álláspontunkat, addig érdemes ezt nagyon-nagyon körültekintően tenni szerintem. Igen, hát a hírek azért alapvetően arra valók, hogy ki erre, ki arra tovább gondolja. Nyilvánvalóan jó foglalkozni vele.
De ha már ilyen cenzúráról, meg tényekről beszéltünk, akkor talán a matematikára szokták azt mondani, hogy de legalább a számok azok nem változnak, és hát van itt egy olyan hírünk is, hogy új matematikai keretrendszert szeretne az USA bevezetni, mert hogy a matematikában a helyes válasz kitalálása a rasszizmus és a fehér felsőbbrendűség példája. És ezt nekem azért többször el kellett ahhoz olvasnom, hogy egyszer megértsem, hogy ezt most pontosan hogy értik, hogy hogyan lehet a kettő meg kettő a rasszizmusnak a példája. De minden esetre elindult, tehát valahogy úgy írják, hogy a fehér felsőbbrendűség kultúrája beszivárog a matematika oktatásban mindennapi tanári tevékenység során, állandósítva ezzel a fekete, a latin és a többnyelvű hallgatók oktatási hátrányát. Nekem eszembe jutott még az is erről egy kicsit tanárként is, hogy mekkora rasszizmus az például, hogy sokkal jobban megy azoknak a diákoknak, akik rendszeresen megírják a házi feladatokat, és ez teljesen igazságtalan, hiszen elveszik az esélyt azoktól, akiknek nem mindig van kedvük például megírni a házi feladatot, és ugye nem tudnak ugyanúgy a célba érni. Tehát, hogy ezt olyan messzire el lehet vinni, ami most egy kicsit a vicces irányába vittem, de ezért ezt én nem tartom viccesnek. Ugye erről vita van még, tehát nem az USA akarja bevezetni, mint olyan, tehát hogy ott... Az USA-ban, igen. Az USA-ban, igen. USA-ban, bizonyos helyeken, igen. Bizonyos de hogy helyeken. Egyáltalán. Tessék? Hogy ez egyáltalán fölmerül. Abszolút. Hát én megmondom őszintén, hogy azt gondoltam, hogy ilyen hírcsárda jellegű, vagy hír ez, tehát hogy ilyen vicces hír. Ami már ennek az egész szituációnak a paródiája, de aztán megnéztem, és tényleg igaz. Tehát, én ledobtam a láncot, tehát én ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát amikor az a rasszizmus, hogy ha megnézik valakinek a füzetét vagy a munkáját, tehát ugye az iskolában van olyan, hogy valakinek megnézik a házi feladatát, vagy a füzetét. Na most, ha egy tanár ezt az igényt támasztja a diákjával szemben, hogy hadd nézzek bele, fiam, vagy lányom a füzetedbe, ez maga rasszizmus, akkor szerintem... De már várjál István, mert az is rasszizmus, hogy fiam, lányom a füzetedet kérem, mert ugye nem tudhatja, hogy miként azonosítja magát. Ja, bocsánat, tényleg, igen, tehát hogy... Ezt elrontottam. Igen, valóban. Tehát, itt még nem ér a torzió. Az a helyzet, hogy nem még a stílust fel kell vennem, el kell sajátítanom. De tehát, hogy a lényeg az, hogy amikor ez meg, hogy a helyes válasznak a megadása, tehát hogy a helyes, hogy ahhoz való ragaszkodás, hogy akkor helyes a válasz, ha tényleg eltalálja a diák, és az nem helyes válasz, hogyha nem találja el, vagy nem tudja a jó megoldást. Erre nem nagyon lehet mit mondani. De a diszkriminálják a nem helyes válaszokat, a helyes válaszok próbására. De talán a legszebb, tehát a gyöngycem az egész hírben az talán az, hogy a matematikának az objektivitását, azt ha jól értettem, akkor a rasszizmussal teszik egyenlővé. Tehát magyarul, hogyha neked a 2x2 az 4, de a másiknak a 2x2 az 5, akkor mind a két véleményt illik elfogadni. Én nem értettem, András, te hogy értetted? Hát én lehet, hogy én sem értettem, hogy itt ebben a kulcs kifejezés ez a fehér felsőbbrendűség, tehát hogy annak a kiszorítása, és hogy itt a tanároknak is ad egy nagyon határozott kódexet ez a terv, hogy gondolkozzanak el azon, hogy ők hogyan képviselik a fehér felsőbbrendűség kiszorítását a tanítási stílusukban és eszköztárukban. És például itt, ami én is azon teljesen megdöbben az ember, hogy a matematika, hát az egy exakt tudomány. Tehát azért ott azért, ha máshol lehet is elkenni dolgokat, de a matematikánál nem. Na most itt a következő van, hogy hogyan szivárog be a fehér felsőbbrendűség a gondolkodásmódba.
és ez teljesen károsnak ítéli meg a döntéshozó, vagy a változás szorgalmazó, és hát emögött is a BLM mozgalom nagyon ott van, hogy a következő, hogy például van több válasz, és abból van egy helyes. Tehát ez már önmagában, tehát hogy van sok rossz válasz, és van egy helyes, tehát ez már hasonlít a fehér felsőbbrendűség, ahol a fehér a jó, és a többi a rossz. Most már értem, hogy gondolják. Ezért a matematika az nagyon hajlamos arra, hogy hátsó üzeneteket közvetítsen azért, hogy a fehér felsőbbrendűséget erősítse, és a feketék, a latinok és a többiek kárára. Mert ebben benne van az. De azt mondod, hogy nincsen igazán helyes válasz, tehát az életben így van. Nincs exakt jó meg rossz, akkor miért gondoljuk, hogy a rasszizmus rossz? Ami ellen ők harcolnak a rasszizmus ellen, akkor ezen az alapon lehet azt mondani, hogy kérem szépen, az én véleményem meg az, persze nem az, zárójelbe, de mondhatnánk azt, hogy az én véleményem az, hogy a rasszizmus meg rossz. Jó, és nem rossz. Ezt nem lehet. Na jó, de ez akkor ő velem lehet. Szemben felsőbb, érvényesíti a felsőbb rendőrséget. De idáig ez még nem jutott el, ez a mozgalom sem. Hát ez még hozni egy egyesületet, amiben engem hasonló elnyomott embereket fogom összeszedni, és akkor kiállunk majd az igazunkért. Hát ez így kell, hogy vezessen. Mert egyébként tényleg el vagyunk nyomva, mert ugye az a képletnek az a része, odáig nem lehet eljutni, tehát azért inkább azt mondanám, hogy ami logikus, az nem logikus, itt meg fog állni valószínűleg a tudomány. Csak egy kicsit talán attól is tartok, hogy amikor majd az egyetemekre való bejutásnál is ez érvényesül, és gondolom, hogy ez nagyon hamar be fog következni, akkor ugye az is rasszizmus lesz, hogyha jobb eredményt elérteket akarják bejuttatni, és ugye a fordított rasszizmus pedig az, hogy a kisebbségeket, akik nem jutnának egyébként be, azokat bejuttatjuk, tehát ott már az eredmény nem fog számítani, és itt kapcsolódik a matematikához, akkor mondjuk olyan orvosok lesznek, akik szeretik mondjuk a fehér köpenyt, és a kis ápolónők, akik ezt a kis fityulát szeretik, amit fölkötnek, és ezt el kell fogadni, hogy akkor ő is lehet. Miért? Pont ő miért nem lehet orvos? Attól kezdve viszont ugye a betegek kerülnek veszélybe. És nem tudom, hogy ez fel fog-e idáig nőni a mozgalom, hogy azt hát, megyük. Ki tudja, az biztos, hogy ha ez nagy teret nyer a matematika oktatásban, ez a cél, az mivel a matematikában tényleg az van, mivel egy exakt tudomány, és van jó és rossz megoldás, hát ez egy ilyen terület, hogyha ezt feloldják, akkor az a matematika halálát jelenti. Ugye a másik ami szintén tetszett, hogy valami olyasmi, hogy a nagy hiba a matematika oktatásban, hogy egyének meg kell úgymond számolni, produkálni a csapatmunkával szemben. Tehát ugye nem úgy működik a matematika, hogy közösségek számolják ki a két ismeretlenes egyenletet, hanem egyedül oldja meg a gyermek azt a feladatot. És magára van hagyva. Magára van hagyva, egyedül van, és ez a közösségtől, hát legalábbis ha jól értem a hírt, az lehet, hogy még el kell olvasni párszor, de hogy a csapatmunkával szemben az egyénnek a képességét, vagy az egyének a teljesítményét nézi. Tehát, hogyha ezt is és ebben már benne van az, hogy kirekeszti a többséget, és az összefogást akadályozza a többséggel. És ezen gondolkozzon el a tanár, hogy így kell ezt tenni. Csak hát az a helyzet, hogyha én meg akarom tanítani a gyermekemet számolni, akkor nem együtt számoljuk ki, tehát azért van egy, tehát most nem az van, hogy akkor az egész osztály számolja ki,
hanem... Mert ez annyira ez hasonlít a kommunizmushoz, minden, amit abszolút, így fölvetnek, és... hogy mindenki együtt, és emlékszem, mennyit küzdöttünk ezért pontosan, hogy a mi iskoláinkból ez legyen, meg az oktatásból szorítsuk ki, hogy ne az a szlogen legyen, hogy aki nem lép egyszerre, az nem kap rétes testére, aki nem együtt számolja ki, aki nem ugyanazt mondja, aki nem ugyanúgy látja, ugyanúgy gondolja, és most ugye ezt látjuk ott kibontakozni. Igen, és csak annyi, hogy tényleg egy erős zsarolási potenciál van benne, mert hogyha azt mondod, hogy ne vicceljetek már, hát most ez így nem lehet, a matematika ez így nem működik, akkor már rásüthetik a rasszizmus bélyegét. Már rásüthetik azt, hogy egy olyan avit hozzáállást képvisel, ami a fehér felsőbbrendűséget fenntartotta eddig is, és a jövőben is erre lehet számítani. Tehát és nagyon-nagyon durva csúsztatások vannak ebben az egészben, ami a BLM mozgalom és ez az egész, én nem tudom, hogy hol van ennek a vége, de tényleg teljesen térdre tud kényszeríteni egész társadalmakat, pontosan azért, mert egy nagyon erős manipuláció van benne, hogy ami keresztényként be tudjuk azonosítani, démonológiai szempontból is, hogy egy illegális akaratérvényesítés mögött mi van, ezt varázslásnak is lehet nevezni, amikor bűntudatkeltéssel, hamis lelkiismeretfurdalással operál, és pontosan azért, hogyha te a józan észhez ragaszkodsz, akkor te, és az emberben semmi rasszizmus nincs, semmi olyan elképzelés nincs, de mégis azzal a váddal szembesül, hogy ő neki ki kell engesztelnie a vádat megfogalmazót. Ugye a BLM mozgalomnak pontosan az az egyik célja, hogy ahogy megalakult és elindult, hogy kárpótlást szeretne kapni, tehát a rabszolgaságért, a fekete afroamerikai ősök, tényleg borzasztó jogsérelmet szenvedtek el a rabszolgaság alatt, és azzal áll elő, hogy ezért a fehér lakosságnak kötelessége kárpótolni a feketéket. Tehát ez már tényleg egy olyan zsarolás, amivel szemben az ember azt mondja, hogy most ezt komolyan gondolod, már ebben benne van az, hogy ő rasszista és megítél. És a végső célja az egész mozgalomnak az, hogy a valami ilyen, és így fogalmaznak, hogy a feketék teljes felszabadítása. Tehát, hogy ez egész pontosan mit jelent, amikor mindenben, tehát amikor látjuk, hogy üzleteket rabolnak ki, látjuk, hogy olyan károkat okoznak Amerikában, Hogy ezt teszik, az gyakorlatilag az van a háttérben, ezt azért tehetik meg, mert te fehér emberként tartozol nekem. A te magántulajdonodat annak is köszönheted, hogy a te őseid az én őseimet meglopták. És hogyha ezt elfogadja a társadalom, és ez áttörik a jogon, akkor gyakorlatilag megállíthatatlan, mert nem tudsz olyan jogi érvet mondani, ami megállítaná ezt. Ha mondasz, akkor te a rabszolga tartó értékeket képviseled. Szóval elképesztő. Tényleg borzasztóan emlékeztet ezekre, tehát nem emlékeztet ezek azok, csak ugye jó ezeket az ismérveket feleleveníteni, hogy mennyire marxista. Hát abszolút, én is hallottam az iskolába, hogy az ilyesmit, de még a késsel villával evésre is mondták, hogy ez polgári csökevény, ha te ehhez ragaszkodsz, akkor te nem vagy elég közösségi ember. Ugye mi időnkben már nem ez ment, hogy nem vagy elég kommunista, de nem vagy elég közösségi ember. Igen. És akkor bármit csináltam, ami egy kicsit önállóbb volt, arra azt lehetett mondani, hogy hát nem illesz bele a közösségben, igen. Mert emlékszem az Angi Vera című filmre, ott is ugye ilyen lelkiismereti
hogy hívják ezt, ilyen önvizsgálatot kellett tartani a lánynak, hogy hogyan beszél, vagy gondolkodik, és akkor nyilvános bűnvallás. Tehát most mind ez megy, amiket te mondasz, ezek mind beazonosíthatók. És most már csak ugye nagyon rövid időnk van, de lehet, hogy talán egy kicsit az erkölcsi vonatkozására érdemes kitérni, akár ugye van még egy hírünk a Meghan Markle-ről is, ha már varázslásról volt szó, illetve hát erkölcsi szinten, csak eszembe jutott egy részhír, hogy a leszbikusok társasága perelte a transzneműeket azért, mert azt mondták a leszbikusok, hogy a transzneműek kiszorítják őket, vagy nem is kritizálják, hanem hát mi erre most a szó, amikor így, tehát így megbélyegzik őket, mert hogy nem vonzódnak a férfiből nővé alakítottakhoz. Tehát, hogy csak a teljes felfordulásnak a képét próbálja felfesteni. Ez nem a Meghan Markle kapcsán. Nem, ez a két dolog eszembe jutott, lehet, hogy nem kapcsolódik, csak a káosz, amiről az András is beszélt, meg te is, Sebi, az, amikor minden más, mint ami, abba ez is beleillik. Melyikhez szeretnél hozzászólni, Sebi? Hát ami a Meghant illeti, a csodálatos szappanopera, amit olvastam egy véleményt, hogy igazából azért fog fennmaradni a brit monarchia, mert hogy az angolok annyira szeretik ezt a sorozatszerű ilyen szappanoperát, hogy nem tudnak róla lemondani. Tehát, hogy nekik egyszerűen szükségük van erre, és ugye felmerült, hogy itt az utóbbi időknek a legnagyobb királyi családot érintő botránya, hogy a Harryék kiszakadtak a királyi család ölelő karjaiból, és akkor, hogy ez itt most akkor vége a monarchiának, meg hasonló. Én szerintem itt a fő kérdés, vagy az egyik, nyilván sok kérdés van ezzel kapcsolatban, de megint csak visszamegyünk a rasszizmushoz, mert a Meghan, ő azt mondta, vagy az volt az egyik vádja, hogy a királyi család rasszista, és hogy nem tudom én, találgatták, hogy milyen bőrszíne lesz majd a születendő gyermeküknek, meg hasonló. Tehát kicsit úgy tűnik, hogy ez a rasszizmus egyfajta ilyen csodafegyver, hogyha én haragszom rád, akkor nekem elég annyit bemondanom, hogy te rasszista vagy. És de azért előnyben vannak azok, akik csak úgy krokodil könycseppeket is tudnak ejteni. Kétségtelen, én ezt nem tudom produkálni, de nem tudom, tehát ezt csak illusztrációnak mondom nyilván, hogy bármilyen vitában, bármilyen közéleti dologban, hogyha egy vitát el akarunk dönteni, akkor elég sok esetben bemondani, hogy te rasszista vagy, és akkor én már meg is nyertem a vitát. Igen. És akkor még vitatkozni sem kell, meg érvelni, meg ütköztetni az álláspontjainkat. De nekem egy kicsit ez fura ebben, hogy és ami megdöbbentő, és visszautalok az András szavaira, hogy ez a fajta ilyen illegális, a másikon való illegális ilyen uralom, egy hatalomgyakorlás, tehát amikor a lelki ismeretére egy rossz módon próbálok hatni. Hát azóta a királyi család mindent megtesz azért, hogy őket véletlen se lehessen rasszistának mondani. A környezetükben egy négyzetméterre jutó fekete embereknek a száma az most rohamosan emelkedik. Velük fotóztatja. Csak egy probléma van, hogy már visszafelé ezt nem tudják produkálni történelmileg. Hát, igen, az a baj, hogy tehát azt nem tudja, mint egy cég, hogy akkor egy ilyen vállalást tesz, hogy majd a sokszínűséget előidézzük, és veszünk fel fekete embereket, mert ugye ebbe a családba születni lehet. Nem csak az, csak azért, tehát, hogy néha már tragikomikus, ahogy így kívülről látja az ember, és aztán tényleg tettek is egy ilyen vállalást, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt, ilyen sokszínűségi biztost neveztek ki a királyi család mellé. Nem tudom, hogy mi lesz a feladat, de hogy csak ez a rossz módon működő lelkiismeret, vagy ez a lelkiismeretnek ez a fajta rossz működése, hogy én akkor mindent megteszek, hogy egy nem igaz vádat táfoljak. Igen. Ez elképesztő, szerintem. Kényszerhelyzetbe hozzák
András? Igazán talán annyit, hogy az egész, ami most volt így a temetés környékén a királyi családnál, annak én személy szerint nagyon örültem annak a hírnek, amikor, hogy most ugye itt egy komoly feszültség kialakult a Harryék kiszállásával, vagy kilépésével a királyi családból, a Vilmossal is nagyon megterhelődött a kapcsolata Harrynek, és volt egy ilyen fél mondat, hogy rendezték a kapcsolatukat. Hogy ez miért volt nekem öröm, ugye, hogy az Istennek az igéje, hogy az Úr gyűlöli azt, hogyha valaki háborúságot szerez testvérek között. Mert az biztos, hogy ott van valami olyan motívum a háttérben, ami nem nyilvánvaló, és kifejezetten egy destruktív motívum. És ugye, ami a Meghan megjelenésével és a Harryvel való kapcsolata, és ahogyan alakult, ahogy kiszálltak, Sebi, amire utal, hogy rasszizmus vágya, és a többi, meg hát a nagy látványos tévéinterjú, ami tényleg egy hollywoodi Z-kategóriás filmekben is simán elment volna, tehát ami olyan elemeket tartalmazott, amiben már volt utalás arra, hogy a Meghannak van egy hát ambíciója az amerikai politikai palettára, majd néhány év múlva szeretne belépni. Tehát itt van egy olyan, és ahhoz, hogy ebben sikeres legyen, ahhoz itt kellett egy jó nagyot rúgni azért a királyi családba, és a Meghannak óriási szerepe volt abban, hogy megterhelődött a Vilmosnak és a Harrynek a kapcsolata, ami tulajdonképpen egy ilyen mindenki szeme előtt játszódó, egy ilyen nagyon, nagyon kellemes és szép és jópofa testvéri kapcsolat volt. Na most úgy tűnik, hogy itt a Fülöp halála után ez valóban rendeződött, ez mindenféleképpen egy pozitív fejlemény. Én nem tudom, hogy mi lesz, lehet, hogy ez csak a sajtónak szól, és lehet, hogy nagyon durva változások lesznek, de az biztos, hogy itt a királynő és a protokoll szervezet mellett mindent elkövettek, hogy csökkentsék a Harryék kívül állóságát a családon, tehát az öltözékben, a hölgyek vonulásában és mindenben úgy leszabályozták az egészet, hogy a lehető legkevésbé legyen nyilvánvaló, hogy a Harryék már nincsenek ott. Tehát, nekem az jutott eszembe, hogy ez nagyon szép hír, hogy rendezték a kapcsolatukat, és hogy ez valószínűleg pontosan addig fog tartani, amíg le nem száll a repülőgéppel, és haza hát nem autózik, és otthon nem várja az ajtóban a feleség. Lehetséges. Lehet, hogy így lesz. Ott tényleg figyelni kell, hogy a jövőben hogyan alakul, mert hogyha itt valóban arról van szó, hogy van egy ambíció, és ezért okozott egy ekkora kárt, akkor az megmutatja, hogy milyen erők működnek mögötte. Meglátjuk. Már csak egy-egy mondatot, szerintetek miért érdemes ezekkel a hírekkel foglalkozni hívőknek? András kezdhetett. Hát mert egyszerűen, ha az ember nem tudja, hogy hol él, akkor nem tud sikeres hívő lenni. Tehát az Úr, még azok a profétái is, akik elzárva készültek a szolgálatukra, egy nagyon széles körű látással rendelkeztek arról a közegről, ahol szolgáltak. Tehát egyrészt azért fontos szerintem foglalkozni ezekkel, hogy az ember tájékozott legyen, tudja, hogy mi történik körülötte. A hit az nem azt jelenti, hogy nem veszek tudomást arról, ahol élek, hanem a hitemmel megpróbálom megváltoztatni. És levonni olyan következtetéseket a különböző eseményekből, amiknek üzenete van, akár a királyi családról való hírekről. Az ember le tud olyan következtetéseket vonni, ami építi a hitét. Tehát minden szempontból én azt gondolom, hogy fontos. Hát különösen ami erkölcsi, szellemi, kommunikációs területeket érint, a Facebook, vagy a BLM mozgalom, stb., az meg aztán pláne. Az meg pláne. Sebi, te mit mondanál? Teljesen egyetértek. Hát ugye ebben a világban élünk, tehát az nem lehetséges, hogy úgy csinálunk, mint hogyha
nem itt élnénk, és az emberekkel úgy próbálunk kommunikálni, meg beszélni, mintha Marsról jöttünk volna éppen látogatóba. Tehát meg azért én azt gondolom, hogy az emberben nyilván van, akiben jobban van, akiben kevésbé, de gyárilag benne van egy vágy arra, hogy értelmezze a világot, ami őt körülveszi. És ez szerintem nem csak szellemi, vagy lelki, vagy ilyen belső dolgokra vonatkozik, hogy az ember magát értelmezze, vagy magával kapcsolatban eligazodjon, hanem egyszerűen a környezetünkben, tágabb és szűkebb környezetünkben történő dolgokkal kapcsolatban, és ez szerintem gyárilag benne van az emberben. Úgyhogy akkor ezt egyszerűen csak nem kell kiölni, mert mi ugyan örökké szándékozunk élni, de nem az időtlenségbe töltjük ezt az időt. Ja. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon érdekes volt, és remélem, hogy más híreket is meg tudok majd veletek beszélni. Köszönöm szépen Mézes Andrásnak és Sebestyén Istvánnak a mai hitköznapokat. Köszönöm szépen én is, köszönjük.